A Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszak sportgazdaságtan specializációján idén 8 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A képzés érdekessége, hogy az országban egyedülálló, csak Székesfehérváron érhető el. A gazdaságpolitikának egy olyan eszköze lehet a sport nagyon-nagyon sokokból, amellyel alkalmas arra, hogy fejleszten egy nemzetet, fejleszten egy régiót, fejleszten egy várost. És az az építkezés, amit elkezdtünk, az nagyon-nagyon szorosan Fehérvárhoz kapcsolódik, és a mai nap is visszaigazolja, hogy ez az építkezés jó, és jó az irány. A gálán minden évben elismerik a hallgatókat. A közösségépítésért végzett munkáért idén Smolár Nikoletta vehetett át oklevelet. A jó tanuló, jó sportoló díjat pedig Gerhard Kincső kézilabdázónak ítélték oda. Az alapvető gazdasági elméletek mellett számomra, mivel sportolok, kézenfekvő volt, hogy a sportban is elmélyítsem ezt a tudásom és szélesítsem, illetve azt gondolom, hogy a sport utáni életben, hiszen a sport után valahol szükséges lehet még dolgozni, azt gondolom, hogy ez jó alapkő lehet ehhez majd. Mészáros Attila, a polgármester a hallgatókat köszöntve elmondta, jelentős fejlesztések vannak a sport kapcsán Fehérváron. Bízik benne, hogy azt a szakmai bázist, amit a Corvinus lerakott sportközgazdász mesterképzésben és az alapszakon specializáció keretében közösen tudják majd folytatni Székesfehérváron, hiszen a város sportélete több tekintetben is egyedülálló az országban. Nagyon fontos a városban, hogy gazdálkodás és menedzsment szak létezik most már egy ideje Székesfehérváron, hiszen a városipara számára a mérnökök mellett nagyon fontos, hogy gazdasági szakemberek is legyenek fiatalok, akik gyakorlatorientált képzés keretében szerzik meg gazdasági diplomájukat és tudásukat, hiszen ez együttműködés elindult. Én bízom benne, hogy ez hosszú távon lesz, ha mondjuk a szereplők változnak is, hiszen már ugyanezt a szakot, gazdálkodás és menedzsmentet szeptembertől az Óbudai Egyetem Alba Régi Műszaki Kara keretén belül hallgathatják majd a fiatalok. Az alpolgármester hozzátette, fontos, hogy legyenek olyan gazdasági szakemberek, akik a sportban is kiválóak, hiszen az egyesületek mellé kellenek olyan munkatársak, akik a sport mellett a gazdasághoz is értenek.